A vármegyei első osztályú Tarpa elleni 3-2-es győzelemmel zárta a felkészülési meccse sorát a Sényői csapat. A korábban a pályán karmesteri szerepet betöltő Kapacina Valer már a pálya mellől irányította a csapatot, mégpedig játékos edzői minőségben. Mint a fiatal tréner elmondta, tervei szerint csak végszükség esetén lép majd pályára. A játékos keretben is történtek változások. Márton András, Lizák Bence, Torkos Máté, Garda Dominik, Szondi Levente és Nagy Noel távozott Sényőről. Érkezett a kapus Barát Benedek Kemecséről, Varga Donát a Vasastól, Csáki Bertalan Újfehértóról, Kozák Róbert Kisvárdáról, Márton Dominik Nyíregyházáról és Erdély Martin Karcagról. A klub utánpótlásából pedig felkerült az első csapat keretébe Márta Zoltán, Virág Kondrád és Szilágyi Bálint. Kapacina Valer nem csak a Tarpa elleni meccsen látottakkal volt megelégedve. Teljesen elégedett vagyok, amit terveztünk, meg tudtuk csinálni, sok új dolgot begyakoroltunk, a fiúk vevők is voltak rá, a munkához is teljesen jól álltak hozzá. Azt gondolom, hogy azt hiszem, hogy egy-két apróbb sérülés volt, egy-két napos kihagyás, egyébként mindenki végigcsinálta. Pont az előbb kérdeztem tőlük, hogy erőbe hogy érezték magukat, meg kívülről jól nézett ki. Mondták, hogy teljesen jó erőbe érzik magukat, úgyhogy viccesen mondtuk is, hogy lehet valamit elrontottunk, mert a főpróbán túl frissek vagyunk. De bizakodunk a jövő héten is, hogy ugyanilyen elánnal tudunk majd belállni a mérkőzésbe. A Sényő az előző szezonban a 11. helyen végzett az NB3 északkeleti csoportjában. Az új edző azt szeretné, ha 2024-25-ös idény végén egyszámjegyű helyezés állna a csapat neve előtt. A tavalyi szezonunkban ugye konkrétan az utolsó másodpercig izgultunk. Most a célkitűzésünk, ugye látva a bajnokság erejét és hogy milyen csapatok vannak, én azt gondolom, hogy a reális cél az, hogyha a biztos bennmaradás. Nyilván miért nem mernénk nagyot álmodni, szeretnénk, hogyha a hagyományunkat visszahoznánk, és egy számjegyű lenne ez a helyezés. A Sényő a nyitófordulóban vasárnap 17 órai kezdettel Debrecenben a Deac ellen lép pályára. A további párosítás a következő: 60 Salgótarján, Karcag DVSC 2, Cigánt Kisvárda 2, Füzesabony Eger, Tiszaújváros Tiszafüred, Putnok DVTK 2 és Nyíregyháza Spartakusz 2 Máté Szalka.